Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Siófokról, mégpedig ez lesz most a mai videó témája, ez a rádiótorony itt, ez egy középhullámoldó az M7-es autópálya mellett. Tehát egy kicsit közelebb megyek hozzá, és akkor majd megmutatom közelebből, és majd akkor a történetéről is mesélek pár szóval. És itt van, akkor innen már lehet látni, ez egy kb. 150 méter magas, most a pontos magasságát nem tudom, bár jól emlékszem 145. Ez egy középhullámú torony, 2341 MHz-en ad jelenleg, és a Kossuth Rádió tartaléka. 1987-től innen sugározták a Juventus Rádiót, de jól emlékszem 870 kHz-en, de mindjárt utána nézek. Bizonyos, és azt nem tudom, hogy jelenleg aktíve, lehet, hogy most már hogy jelenleg nem sugároz. De úgy kb. 5 évvel ezelőtt, mikor a Soltia rádióadónak a karbantartása volt, akkor innen sugározták a Kossuth Rádiót, meg Szolnokról. És tartalékként is ritkán kell bevetni, mert Solton megvan még a régi adóberendezés is, tehát hogyha az újat karbantartják, akkor vissza tudják a régit kapcsolni, vagy hogyha olyan szintű a karbantartás, hogy teljes áramszünet kell, akkor tudják ezt bekapcsolni, vagy a Szolnokit. Nem tudom mennyire hallatszik, de 1341-en semmilyen adás nem jön, tehát ez az adó tényleg inaktív. 810 kHz-en is sugárzott régebben, mindjárt megnézzük azt is. Ja, csak hogy mutassam, hogy működik. Tehát ha átkapcsolom FM-re, akkor van adás. Egyébként ez a régi Walkman-em. Hallik valami? Semmi. Tehát a rádió adás innen nem jön. Attól függetlenül lehet, hogy valami másra használják, mint Lakihegyet például, valami ezért időszíkról jár adásra, vagy hát bármi egyébre. Innen jobban látszik az adóberendezés is. Ott abban a sárga épületben van, valószínűleg a táp és a maga az adó. És akkor ezt nézzétek, itt van maga a torony, és ott a hangzott láb. Az a deszka kerítés az nem véletlenül van ott. Ugye azon belül már olyan erős a térerősség, hogy nem lehet húzamosabb ideig ott tartózkodni. Külső kerítés, az pedig az ilyen biztonsági megoldás, hogy azon kívül biztos, hogy veszélytelen tartózkodni a torony közelében, viszont ott a belső kerítésen belül szerintem meg már húzamosabb ideig nem lehet, mert ott már tényleg erősebb, és ott lehet az, ahol már működik az ívrádiózás, a külső kerítésnél még nem. Innen látszik a legjobban, most itt vagyok a kerítés mellett. És ott van. Ott a betát is. Ott pedig a kikötések. Így néz ki a másik oldalról, hát ez már itt az elkerített résznek az eleje. Egyébként ez itt a főbejárat. Ennyi. Van ott még egy másik épület is, nem tudom, hogy valószínűleg is az adóhoz tartozik. De hát ennél közelebb nem lehet menni. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid vlog, innen a Siófoki adótól, amit azt is megnéztétek. Sziasztok!